tessék, mondom, hogy vele kamatyolsz. Aha, azért költözöm Floridába a barátnőmmel. Minek kavarsz te egy veled egykorú nővel? Tömegével járnak be a kis fiatal cinkék suli után. Újíts be onnan egyet. Először is, én nem csalom meg a barátnőmet. Másodszor pedig, ha meg is csalnám esetleg, akkor sem egy tinivel. De miért nem? Ez a buli ebben a melóban, hogy zsezsegnek körülötted az üde poncik, és istenítenek, mert nekünk már van jogsink. Királyság. 33 éves vagy. Akkor mutass nekem egy 33 éves tyúkot, aki ugyanolyan vad és szenvedélyes, mint egy 17 éves. A mai tinik tisztára be van a gerjedve, még azt is bírják, hogy segből szájba nyomod. Ha? Édes jó Istenem. Mi van? Ez most komoly? Na ne, a segből szájba téma nálam mindig komoly. Segből soha nem megyünk szájba. Nem is én szoktam erőltetni. Mondom, hogy a mai csajszik olyan fehérmájúak, hogy még ők kérik tőle. Segből szájba sosem szabad rendelni. Úgy beszélsz, mint az anyám. Becky, te csináltad már segből szájba? Nem, még sohasem. Segből szájba, érted? Nem csinálta a segből szájba. Nem csináltam segből szájba. Egyszer sem? Egyetlen egyszer sem. Olyan maradiak vagytok. Na jó, de szopni már szoptál, nem? Legalább a táskámat hadd tegyem le. Ez igent jelent? Ahogy ugye te is nyaltál már csajt. Mire akarsz kiukadni? Figyú, miután rendesen leápolod az embert, meg is csókolod néha, nem? Na, hát az is majdnem segből szájba. Szerintem te összekevered a vaginát a seglyukkal. És? Kiraktad már a kéztörlőket? Az Elias dolga. Becky főnök akkor ezt ezennel rendel dolgává avanzsálja. Zing! Fogd be a pofát, Kubix! Ezért simán beperelhetném a céget szexuális zaklatásért. Csak a segből szájba témáról alkotott szilárd meggyőződése miatt küldesz el kirakni a kéztörlőket. Mert azt nem szabad! Nőj már fel! Na jó, de csak azért mondom, mert barátok vagyunk. Néha, ha tényleg nagyon iszik a levegő, megengedhető a segből szájba. Tudtam én.